2016. április 11-én ismét több jelentős beruházás átadására került sor Szadán. Útfelújítás, energetikai korszerűsítés történt, és épült egy műfüves focipálya. A tavaly novemberi útfelújítások sorozata kiegészült a Kisfaludi utca felújításával. Ennek az útnak a felújítását a Versetyász Erdőkertes Szada Víziközmi Társulás keretén belül oldottuk meg. Az elmúlt év őszén és még most tavasszal fejeztük be. A hivatalos műszaki átadás a mai nappal történik. Én úgy érzem, hogy ez a társulás nagyon gyümölcsöző és pozitív munkákat eredményez a településeknek, amit én személy szerint, mint Szada Nagyközség polgármestere külön kiemelek és köszönök a társulásnak és a társulás vezetőinek, mérnökeinek. Én úgy hiszem, hogy itt a lakosság nagy megelégedéssel fogja nyugtázni azt, hogy a továbbiakban is a társulás működése kapcsán több ilyen jelenséggel találkozunk majd, amikor a társulás pozitív gazdálkodásából fakadóan bizonyos pozitív dolgokat tudunk felmutatni. A víziközmű társulást a három település már nagyon régen működteti, hiszen a csatorna hálózat építésében egymásra vagyunk utalva, Erdőkertes Szada és Veresegyház, és az akkori idők adta lehetőségét, meggyőződésem, hogy ezzel a társulással jól fogtuk meg, és ennek kapcsán jöhetett létre mind a három településen az az állapot, hogy ma a települések mindegyikében teljes a csatorna mű ellátás, természetesen a víz is, amelyik jóval korábban készült el. Az építkezések során az utakat természetesen fel kellett bontani, aszfaltos utakat is, meg a földes utakat is, és azokat a ellen végzett munkákat, amelyek nem fértek bele a csatornamű társulás akkori programjába, ezt természetesen most kellett elvégezni, így Erdőkertes és Szada ebben az esztendőben is, nem csak a múlt esztendőben, ebben az esztendőben is további utakat újít fel, befejezve ezzel a csatorna műépítésével kapcsolatos út felszedési folyamatokat, illetve lezárja, mert egy normális, megfelelő út jön a helyükre, mert az emberek megelégedését minden bizonnyal megnyeri. Ugyanez a Kisfaludi utca, amelyet valamennyien ismertünk, az állapota nagyon rossz volt. Hegyes vidék, Szada, az első rombolja az utakat, tehát az a felújításra feltétlenül szükség volt, és örülök nagyon annak, hogy ennek az előbb említett együttműködésnek az eredményeként ez az út megépülhetett. A beruházás értéke 20 millió forint volt. Ez az út 657 méter hosszú, 3 méter széles, összességében 1800 négyzetméter aszfaltfelületet építettünk. Általában egyoldali kiemelt szegéllyel, ami azért fontos, hogy az út vonalvezetése meglegyen. Az út bal oldalán, ha mennénk fölfelé, ott pedig egy folyókát építettünk ki, amit az itteni domborzat miatt a csapadékvizet levezeti a már kiépített utca végén a keresztirányú csapadékvizet levezető árokba. Az út pályaszerkezete pedig gyakorlatilag 5 cm aszfaltkopó réteg van rajta, mint mondtam, kiemelt szegéllyel épült nagy részben, és alatta pedig 30 cm vastag zúzott kő ágyazat, ami nagyon jól felveszi gyakorlatilag a terület egyenetlenségeit, illetve azért is jó az zúzott kő ágyazat, mert ez nem merev, valamilyen szinten hajlékony, tehát az út nem fog megrepedezni, hogyha valamilyen pici mozgás van a talajban, akkor ezt tudja követni. Szintén pályázati támogatásból valósult meg a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola részleges energetikai korszerűsítése. Egy település életében az a leg
legkellemesebb és legszebb probléma, idézőjelbe, erősen idézőjelbe téve, hogyha sok a gyerek. Szadán ez a helyzet. Nagyon sok gyerekünk van, óvodát is kellett építeni, mert a feljövő generációk is egyre számosabbak, és értelemszerűen az iskola is egyre szűkebb lett. Ezért már évekkel ezelőtt elkezdtünk azon gondolkodni, hogy milyen fejlesztésekre van szükség. Természetesen a bővítés az hozzátartozik ehhez a gondolatkörhöz, hiszen a gyerek létszám növekedése szükségessé teszi. Ugyanakkor az épületállomány is elég előregedett. És hát ez indokolja, hogy a bővítéssel párhuzamosan energetikai korszerűsítési feladatokat is végrehajtsunk. A kormány különféle pályázatok keretében, KEOP pályázatok keretében ehhez segítséget nyújt. Itt Szadán akkora beruházásra volt szükség, hogy egy pályázat keretében ezt nem tudtuk megcsinálni, tehát ez, amit jelen pillanatban most átadunk, ez már a harmadik üteme ennek a fejlesztésnek. Ennek a fejlesztésnek a keretében a külső hőszigetelés és egy nyilászáró cserék valósultak meg, és még mindig hátra van egy belső energetikai korszerűsítés, amire reményeink szerint hamarosan szintén sor kerülhet. Szükséges lesz majd egy kazáncsere, radiátorok, fűtésrendszer felújítás. A kivitelezés 2015. november elején kezdődött el, a munkálatok befejezésének határideje december 31-e volt. Ez az időszak az építőipari munkák kivitelezésére nem a legkedvezőbb, azonban a jó szervezésnek köszönhetően sikerült időben elvégezni a feladatokat, így erre az évre már csak a kisebb javítási munkák csúsztak át. A teljes épület körbe hőszigetelését kellett elvégezni, és a nyílászáróknak a cseréjét. Közel 100 nyílászárót kellett itt kicserélnünk, és egy olyan 2500 négyzetméter hőszigetelést kellett a homlokzatra felraknunk. A nyílászáróknál ugye most már energetikai alapkövetelmény, hogy legalább egy egyes minőségű hőátbocsátási tényezőt tudjon produkálni a nyílászáró, ami a régi nyílászáróknál ilyen követelmény nem volt, ezt tudtuk adni, és ez egy alapelvárás volt, és itt fanyílászárók lettek beépítve, és egy kétrétegű üvegezéssel, ami hőszigetelt üvegezés. Grafit ausztraterm hőszigetelés, és sávonként közeggyapott váltással, ami a tűzveszélyesebb szakaszokat lehet ezzel a közeggyapottal kiváltani. Itt elsősorban a villámhárítók levezetőinek a sávos szakaszába értendő, és 12 centi vastagságú hőszigetelés került fel a homlokzatra. A felújítás Jánosi János íbüldíjas építész tervei alapján valósult meg. Szakmailag legigényesebb munkát igényelt a külső homlokzatnak a faburkolatának az elkészítése, ami megjelenésében azt hiszem, hogy egy impozáns épületté tette ezt az iskolát. Hasznosságát tekintve óriási energiamegtakarítást érünk el ezzel. Esztétikailag úgy szintén, tehát nagyon sokat jelentett ennek az iskola külképének a megváltoztatása, tehát elérte a célját az energetikai felújítás. Ez 40 milliós pályázat, de durván 49 millióból tudtuk megoldani. Ugyanezen a helyszínen a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola udvarán egy másik pályázati támogatásból megvalósult fejlesztést is átadtak, a nemrég megépült műfüves labdarúgó pályát. Köznevelési infrastruktúra, különösen az agglomerációban, illetve a bővülő jövő elé néző településeken nagyon szűkös mindenhol. Ezért a kormány többféle olyan programot is elindított, ami ezt a szűk keresztmetszetet föloldja. Az egyik ilyen, amit majd most szintén átadunk, ugye a műfüves focipálya, ez a TAO programnak a keretében alapvetően az MLS közreműködésével megvalósuló fejlesztések egész sora. Ez országosan több ezer ilyen műfüves focipályát jelent. Csak itt a környéken, az én választókerületemben is lassan tucatnyi ilyen focipálya készült el. Ez nem kis beruházás, de kicsit oldja talán azt a
azt a feszültséget, ami abból adódik, hogy mondjuk a gyerekeknek sokszor nincs hol, nincs normális körülmények között mozgási lehetőségük. Itt ezen a műfős focipályán akár két osztály egyszerre meg tudja tartani a kötelező testnevelési foglalkozását. Persze ez önmagában biztosan nem lenne elég, úgyhogy a 3T-s program, tehát a tornaterem, tanterem, tanúszoda program keretében is további létesítmények készülnek. Hát itt Szadán is az önkormányzatot biztatom, hogy pályázzon mindenképpen ilyenre, hiszen látható majd itt a műfős focipálya mellett, hogy a tornatermünk ehhez az iskola mérethez képest már nagyon-nagyon kicsi, tehát valamilyen sportcsarnok, komolyabb méretű tornaterem biztos, hogy szükséges lesz majd. Egy 5-6 évvel ezelőtt, azt hiszem a 6. éve, hogy Szadán felkértek arra, hogy gyakorlatilag itt az óvodai sportéletben kezdjem el a gyerekekkel való foglalkozást. Ezt egy óvi foci keretein belül kezdtük el itt a Szadán, és ahogy szépen nőttek ki a gyermekek, jött a szülőktől, a községtől a felkérés arra, hogy az iskolába is folytatnák a gyerekek a sportéletet, és nagy örömömre szolgált, hogy ezt így tovább tudtuk ilyen téren is folytatni, és gyakorlatilag itt ez a sportpálya, amit most itt körülöttünk látunk, ez egy 2 évvel ezelőtti pályázat keretén belül került így a napvilágra, hogy itt legyen egy ilyen sport létesítmény. Jelen pillanatban a Magyar Labdarúgó Szövetségnél is dolgozok, mint egy Bozsik intézményi körzetvezető, és sok rálátásom, nagyobb rálátásom volt arra, hogy miként lehetne itt gyakorlatilag egy létesítményt, egy kis műfős pályát létesíteni. Én nagyon szerettem volna, hogy gyakorlatilag ez a kis műfős pálya egyáltalán létrejöjjön. A másik az, hogy itt az iskolán belül kapjon helyet ez a kis műfős pálya. Többek között azért, mert a sportpálya innen az iskolától durván egy ilyen 2-3 kilométerre van. Itt a napellendomb alatt az iskolánál volt nekünk egy betonos kézilabda pályánk. Ezt a kézilabda pályát alakítottuk át egy műfűves kis méretű futballpályára, amely az MLS által meghirdetett TAO-s pályázatok keretén belül tudtuk megoldani. Ez a 32,5 milliós TAO-s pályázat, amiből nekünk durván 8,5-9 milliót kellett állni, és csodálatosan megépült, használni tudják a gyerekek, azt hiszem, hogy közös örömünkre. Gyakorlatilag a pálya körüli egyéb munkák, amelyeket a pálya megőrzése, használata, meg a balesetveszély elkerülése miatt kellett megcsinálnunk, hát ezek körülbelül egy 5 millió forint értékű plusz munkák. Itt gondolok arra, hogy a meredekre föl lépcső korláttal, gondolok arra, hogy védőkerítés, a napellendomb támfalának a megerősítése, ott egy esővízelvezető csatorna kiépítése, hát azon kívül szeretnénk még a kapuval szemben lévő téren egy fedett padot, ahol a gyerekek le tudnak ülni, és a cipőjüket át tudják váltani sportcipőre. Hát ilyen apróbb dolgok, és majd a iskola felőli oldalt szeretnénk beültetni borostyánnal, szép zöld felület legyen, tehát a pálya környéke a pályához méltó legyen, és kultúrát legyen. Hát ezeket kell még megoldanunk, ami már folyamatban van, mert gyakorlatilag, amit elmondtam, annak egy része már készen is van. De ez már saját beruházás. A 3 beruházás összértéke megközelíti a 100 millió forintot. A település vezetése továbbra is figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket a nagyközség soron következő fejlesztéseinek megvalósításához. A tervek között szerepel például a tavaly novemberben átadott védőnői szolgálat épületének bővítése egy gyermekorvosi rendelővel, az ipari parkot az M3-as autópálya Gödöllői körforgalmával összekötő út kiépítése, a faluház nyílászáró cseréje, valamint külső homlokzati hőszigetelése, vagy a faluközpont bővítése, mellyel kapcsolatban folynak a tárgyalások több magáningatlan megvásárlásáról. Ezeken kívül még egy nagy horderejű kiemelt elképzeléssel is számol az önkormányzat. Tekintettel arra, hogy a gyereklétszám rohamosan nő,
és a falu lakossága is. Hát körülbelül egy olyan 300 fő növekedéssel számolunk a falu lakosság tekintetében, ez hozza magával a gyereklétszám növekedést is. Van egy 6 hektáros területünk, amelyre iskolát szeretnénk építeni. Erre megrendeltük a úthálózati energiaellátási terveket, tehát víz, gáz, villany tervek készülnek, és a kint lévő bizottság, országgyűlési képviselőnk is jelen volt, választ fog adni arra, hogy Szada belefér-e abba a fejlesztési kvótába, hogy kapjunk egy új iskolára pénzt. Ami részünkről, tehát ami anyagot mi oda be tudunk, hogy úgy mondjam, adni a közösbe, az az önálló telek, az úthálózat, és ha kell, akkor az utolsó fillérünket is odaadjuk, hogy ott is egy új iskola tudjon épülni, hogy a gyerekeinket el tudjuk helyezni.